Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hertlen Károly vagyok, a Műegyetem Fizika Intézetében dolgozom, tanszéki mérnöként, és az elektromágneses képlékeny alakításról szeretnék egy keveset beszélni. Annyit szeretnék elmondani itt, még mielőtt elkezdeném, hogy az én múltamban van egy olyan, ki tudja milyen folt, hogy én gépészmérnöknek tanultam először, és aztán csak később fajzottam el a fizika irányába. És éppen ebből fakad az, amiről szeretnék mesélni. Én még gépészmérnökként a 80-as években találkoztam ezzel a technológiával, és mintegy szeretném erre fölhívni a figyelmet. Először is fizikus módjára próbáljunk megfigyelésekből kiindulni. Itt az ábrának a bal oldalán, itt alá is van írva, hogy egy villámhárító levezető vezetékéről látunk egy rajzot. Ha valaki megfigyeli, akkor ezt az ornamentumot éppen kikerüli ez a vezeték, és hogyha ebben villám csap le, akkor a két vízszintes szakaszban antiparallel áramok fognak futni, és azt tudjuk, hogy ezek taszítják egymást. Ez akkora taszító erő is lehet, hogy a falból a tépliket letépi a villám. A másik, ott a fémcső, amit odaírtam alá, az meg szintén megfigyelés, hogyha a villám csap bele valamilyen fémcsőbe, legyen ez zászlótartó rúd, vagy esetleg csak egy esővíz levezető csatorna, akkor ennek a felületén egyenletesen elosztani képzeljük az áramot, akkor párhuzamos áramok viszont vonzák egymást, ennek eredményeként ez a cső legtöbb megfigyelés szerint összeroskad. Sajnos a villámvédelmi barátaim ilyen fotót nem tudtak mutatni, de megesküdött mindenki, hogy ilyen van, és több szakkönyv is említi ezt a jelenséget. Egy másik megfigyelés, az viszont egy eszköz, amit már ember épít, a tokamak. A tokamak az egy fúziós kutató berendezés, az 50-es években Lavrantyev volt az, aki kitalálta, és elkezdték építeni ezt a tokamakot. Tulajdonképpen akkor, hogyha egy nagyon meleg plazmát szeretnénk összetartani, akkor nincs más jó megoldás, mint hogy elektromágneses térrel tartjuk ezeket egyben. No, ahhoz, hogy a tokamakot működtetni lehessen, egyébként itt egy következő kép az 55-ben megépített egyes számú tokamak, amelyek ugye úgy működnek, hogy valami irgalmatlan nagy mennyiségű energiát, elektromos energiát kondenzátor telepekben tárolnak, és azt egyszerre rázuhítják ezekre a tekercsekre. Nem túl hosszú a jelenség, ez alatt kell elvégezni a tokamakban a méréseket. Egyébként lehetünk büszkék is, mert Magyarországon is volt egy kicsivel később, 1979-ben a KFK-ban készült, magyar és szovjet kutatók a magyarországi tokamak mellett találhatók. Ha tovább megyünk, akkor összefoglalhatjuk, hogy ahhoz, hogy ezt a eljárást megértsük, ezekre lesz szükségünk. Ugye én ezt szépen fölírtam, nézzük ezeket egyenként végig. Azt hiszem mindenki tudja, hogy 1820-ban Hans Christian Ørsted felfedezte azt, hogy az elektromos áramnak mágneses tere van. Ez azt jelenti, hogy a mozgó elektromos töltések maguk körül mágneses teret gerjesztenek. Hát ha valaki ezt a rajzot megérti, akkor rögtön láthatja, hogy az valamit hallott harangozni, aki ezt megrajzolta, hiszen ami a poénnak a lényege, az csak azért nem működik, mert ide egyenáram kéne, és hát azért jóval közelebb kéne menni hozzá, mert éppen azért vannak ezek a magas feszültségű vezetékek, magas feszültség, hogy ne legyen nagy árama, és az elektromos áramnak a ugye minél nagyobb, annál nagyobb teret fog csinálni. Na, menjünk tovább. Látjuk, és ezt már említettem, hogy a párhuzamos áramok között erőhatás van. Ugye az azonos irányok azok vonzák egymást, az ellenkező irányok pedig taszítják egymást. A következő, amit itt lehet ezen a fényképeken látni, ezek a, hát mondhatnánk, hogy nem túl bizalomgerjesztő eszközök, ezek Feredének azok az eszközeik, amelyek segítségével észrevette az elektromágneses indukciót. Ugye egy korabeli rajz, és hát az az eredeti eszköz most már kicsit felújítva, tehát 1831-ben indult az elektromágneses indukciónak a része. Én ide most egy fekete kocka van, amiből egy kísérlet kéne, hogy elinduljon, de arra gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb, ha én ezt elhozom. És akkor az a lényege, hogy itt van egy mágnes, hogyha ezt a mágnest az asztalra lejtem, aztán mindenki látja, hogy a gravitáció az megfelelően megdolgozza.
Ha viszont lejtjük egy olyan vezetőre, amely egy jó vezetőképességű, kellően vastag vezető, akkor azt hiszem jól lehet látni, hogy ez a hatás, ez a leesés, ez sokkal lassabb lesz, és ez azért van, mert ugye ez egy erős mágnes, a mágneses erővonal, amikor behatolnak ebbe a vezetőbe, ott áramot indukálnak, és ez az áram mindig olyan irányú, mondja Lanz, amely a mozgást, az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Igen. Itt azt írtam föl, hogy két párhuzamos vezető között hogyan lehet kiszámolni az áramot, pontosabban az erőhatást. Tehát ugye a lényeget akarom ebből csak elmondani, ha látjuk, hogy mi van a számlálóban, azok minél nagyobbak, azoknak a szorzata, illetve az nevező minél kisebb, annál nagyobb lesz maga az erőhatás. Ugye ezzel az erőhatással szeretnénk mi képlékeny alakítani. Ami fontos, hogy van egy olyan is, hogyha a változás nagyon gyors, akkor a vezetőnek kiszorul a felületére az elektromos áram, az indukált áram, és ennek megfelelően oda egy táblázatban oda is írogattam, hogy mekkora az úgynevezett behatolási mélység, tehát hiába van nekünk egy vastag vezetőnk, az a vastag vezető csak abban az esetben fog minket boldoggá tenni, hogyha nem túl vastag, nem túl gyors a változás. Itt is írtam ide, gépészeti alapok. Ugye a gépészeti alapok azok azért fontosak, és itt jön elő, hogy két szakmának kell találkozni, a villamos szakmának és a gépész szakmának, ha valaki él akar ebben a témában mélyedni, illetve kellő módon akarná művelni. Ugye ide fölírtam, hogy keményedés, diszlokáció, sűrűség növekedése, tehát ez azt jelenti, hogy ha egy képlékenyen alakítunk valamit, attól a mechanikai szilárdsága az növekedni fog. A diszlokáció sűrűség növekedése, ugye a diszlokáció sűrűség az az anyagra jellemző, minél nagyobb a képlékeny alakítás mértéke, annál nagyobb lesz ez a sűrűség, akár odáig is elfajulhat, hogy eltörik az anyag. Ugye ezek mind-mind olyan fontos részek, amiben itt most olyan hosszan nem mennék bele, de azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy még továbbiakban mehetünk. Itt fölírtam egy-két olyan dolgot, ami azt mutatja meg, hogy amikor mi képlékenyen fogunk alakítani, akkor kezdem a mondatot először, amikor alakítani fogunk egy anyagot, akkor azt kétféleképpen tehetjük, megtehetjük úgy, hogy leforgácsoljuk a felesleges részt, vagy pedig azt is megtehetjük, hogy képlékenyen alakítjuk, és ennek eredményeként alakul ki a forma. Abban az esetben, hogyha leesztergáljuk, leköszörjük, szóval bármiféle módon leforgácsoljuk, attól az anyag minősége, szilárdsága nem fog javulni. Abban az esetben, ha képlékenyen alakítjuk, akkor komoly előre tervezhető anyag keményedés jön elő, tehát gyakorlatilag a technológiának szerves része lehet. Vele gondoltunk, hogy ugyanaz az alkatrész, aminek a tömege nem lett nagyobb, a merevsége, a szilárdsága pedig lényegesen nagyobb lett. Továbbiakban is még itt kiírtam egy-két fontos dolgot. Én azt gondolom, hogy ezt a pár oldalt, amit a fizikából és a gépészetből összeszedtem, hogyha ezt most ki akarnánk cizellálni kellő mélységben, akkor körülbelül két szemeszternyi anyagot kéne elmondani, ezt szerintem az itt ülők ezt bőven tudják. Azért is hagyom így hosszasabban kivetítve, hogy mindenki fölírhassa magának, és elalvás előtt még utána nézzen, tehát mindenkit arra bíztatok, hogy tessék csak utána nézni ennek. No, amit itt látunk, az már viszont egy kicsit érdekesebb. Ugye az alakítás az úgy fog történni, hogy elektromágneses indukció segítségével egy tekercs lesz a főszereplő és egy kondenzátor, és ebben a tekercsben és a kondenzátorban egy csillapított rezgés fog kialakulni. A felső ábrán azt látjuk, hogy időben hogyan történik ennek a lefutása. Ez azt jelenti, hogy ha majd valaki konkrétan elmélyül benne, átlagosan a 10.000 Hz, 10 kHz frekvenciával alakítunk. Ennek az a, hogy mondjam, az izgalma, hogy lehet látni, hogyha ehhez tartozó periódus időnek az egynegyed idő alatt be fog fejeződni az alakváltozás, vagyis az első csúcsig történik alakváltozás. Ugye azt írtam fel, hogy néz ki az áram. A második diagramnak a csúcsa utáni görbe alatti terület az viszont mutatja, hogy mekkora lesz a hatásfokunk, ugye, mert azt lehet mondani, hogy az összes görbe alatti terület az lesz majd a befektetett munka.
legalábbis ami a kondenzátorban van, és ami az első negyedik tart, az lesz a hatásos. Avval fogunk tudni képléken alakítani. Ugye itt az is látszik, hogyha az indukció frekvenciája túl nagy lesz, akkor a behatolási mélység az kicsi lesz. Abban az esetben, ha pedig alacsony frekvencián próbálunk alakítani, akkor meg nem lesz nagy a fluxus változás, azt szerintem az itt ülők abszolút jól tudják. És hát itt van maga az áramkör. Az áramkörünk az úgy fog kinézni, a szuperprimitív, majd az eszközök azok lesznek izgalmasak, hogy egy töltőáramkör, amelyet föltöltjük a kondenzátort, ugye akkor be kell az egyes kapcsolót kapcsolni, amikor ez megtörtént, akkor az alakformáló tekercsben elhelyezzük az alakítandó tekercset, vagy a testet, és a kettes kapcsolót bekapcsoljuk. Na most, ha valaki úgy hiszi, hogy ez egy olyan kapcsoló, mint a falba beépített billegő kapcsoló, akkor nem erről van szó, de erről majd kicsit később megyünk tovább. Az alakváltozás, ugye most már nagyjából láthatjuk, hogy lehet úgynevezett hengeres kompressziós alakváltozás, azt jelenti, hogy maga a tekercs belsejében helyezzük el az alakítandó anyagot, és a bekapcsolás után annak az átmérője kisebb lesz. Az alsó pedig a tekercsnek a tekercset belülre helyezzük el, és akkor ugye lehet látni alakítás előtt, alakítás után, hogy néz ki a cső. Például, hogyha csöveket szeretnénk összetoldani, akkor egy nagyon egyszerű dolog, az egyiknek a végébe beleteszünk egy tekercset, kicsit kompresszióval megnöveljük, és éppen össze lehet tolni. Szerintem, ha valaki járt szerelvényboltba, láthatott, éppen ilyen részcsöveket szoktak bütykölészni. Lehet azt is, hogy egy síktekercsünk van, és akkor a síktekercs fölé egy lemez helyezünk, és a lemez megfelelő módon alakul. Az, hogy milyen lesz az alakja, azt kétféleképpen lehet. Az egyik lehetőség, hogy csak szabadon széleit leszedjük, és akkor egy ilyen domború rész lesz, mint amit itt látunk, de az is lehet, hogy az ellen darab, ami meg fogja adni az alakját, az a tekercs fölött helyezkedik el, és hát az adja meg végül az alakját. Az első ipari alkalmazás 1960-ból baloldalt összeszerelés előtt, a jobb oldalt pedig összeszerelés után. Ha valaki nem ismerné fel, ez egy gépjárműnek a gömbcsuklója. Ugye a gömbcsuklót azt megillik védeni attól, hogy a sártól, meg mindenféle portól, és akkor egy ilyen gumisapkába beleteszik a zsírt, ráteszik, és akkor ezt a gyűrűt itt alul képlékenyen kell rátenni. Lehetőleg úgy, hogy a gumit ne vágja el, és utána az első kanyarban még ne essen le. Hogy ez pontosan hogy nézett ki annak idején, erről egy fényképet találtam. Hát ugye General Atomic nevezetű cég, akkoriban így nézett ki. Érdemes megnézni, hogy 6 kilozsúl volt az az energia, ami kellett a kondenzátorban mért energiával szokták ezeket az alakításokat jellemezni, és hát gyakorlatilag lehet látni, hogy ez még igazi kisipari módszer. Kicsivel később, 2010-ben ez nagyjából így néz ki. Ahhoz, hogy ez működjön, ugye 28 darab különböző állomás van, ez gyakorlatilag, úgy is mondjam, ontja magából az eszközöket. Ilyenkor már az alakformáló tekercs fontos, hogy vízszűtése legyen, ilyenkor ugye a sebesség és az időegység alatt elfolyó energia, ez már megkívánja. Itt egy szabadalmat mutatok, és ami most rögtön elkezdjük mondani, hogy mik az előnyei ennek az eljárásnak. Ha valaki ott azokat az apró betűket ki tudja bogozni, akkor itt arról szól, hogy két nagyon izgalmas anyagot egyesítenek, az egyik az egy kerámia, a másik egy fém. Fémet és kerámiát tudnak úgy egyesíteni, akár ha úgy tetszik egy villanásnyi idő alatt, hogy azután az ott marad és mechanikailag kellően szilárd lesz, és ami nagyon fontos, a kerámia nem törik el. Ugye? És akkor itt fölírtam az elektromágneses alakváltozásnak az előnyeit. Ugye, hát az fontos, hogy érintkezés nélküli, tehát a szerszám gyakorlatilag nem ér hozzá az alakváltozást elszenvedő munkadarabhoz. Ugye az, hogy környezetbarát, hiszen nem alkalmaz kenanyagot, azért az más helyen is majd elő fog jönni, hogy például steril körülmények között is nagyon jól lehet ezt az eljárást alkalmazni. Azt mondja, a szerszám egyszerűséget azt hiszem mindenki jól érti. Nézzük meg, azért vannak ennek hátrányai is. Hát többek között ugye az eszköz, amivel dolgozni kell, itt most alulról fölfelé megyek a változatosság kedvény, hogy elaludjanak itt a kedves hölgyek, urak. Tehát az a lényeg a dolgoknak, hogy itt érintésvédelemből és egyéb dologból
kifolyólag oda kell figyelni a részletekre. Ezeken a részeken nem nagyon illik pacemakerrel sétálni, mert itt azért kiloamperes áramok nem ritkák. Ugye azzal már beszéltem, hogy a 20%-os körülbelül a befektetett munkából a hasznosított képlékeny alakváltozáshoz szükséges munka, és hát igazából az fontos, hogy tetszőlegesen bármit nem lehet alakítani, a jó vezető képesség az ugye ez viszonylag nagy előírás. Hát így néz ki például egy konkrét rajz, azt a gépészmérnöki látókörű embereknek rajzoltam ezt meg az, aki annyira nem járatos a gépészi rajzokba. Egy valóságos alkatrész, hogyha egyesíteni szeretnénk, akkor egy módszerünk itt van. A vizsgálatok során ugye két darab rudat egyesítettek egy részcsővel, ugye lehet látni, hogy balról jobbra egyre nagyobb és nagyobb energiájú alakváltozás volt. Ennek megfelelően, hogyha ezekről készítünk egy metszetet, akkor azt is lehet látni, hogy mennyire veszi föl a réz az alakváltozás során a fém munkadarabnak, az acél munkadarabnak az alakját. Ugye a kisebbik töltőfeszültségnél egészen csak ilyen jelképesen mozdul meg befele, a másiknál ott meg ott egészen szigorúan be a sarkokig bemegy. Ezt szeretném megmutatni, ez egy nagyon izgalmas és nagyon vidám történet. Na most, ha az egeret megtalálom, hol van? Próbáljuk meg. Szerintem ez elindult, legalábbis azt mondja, hogy elindult. Elektromágneses képlékeny alakítást látunk. Ez egy cső, egy nagyméretű cső, amelyet rövidesen megmutatják, hogy hogyan alakítanak. Egy pillanat alatt alakul ez ki. Belülről a csőben benne van a megfelelő méretű alakváltozó tekercs, és a kondenzátor rásütésének pillanatában alakul ki. Az, hogy ezt miért csinálják, hát véletlenül mechanikailag stabilabb lesz lényegesen. Amit most látunk, ez pedig egy elektromágneses kalapács. Maga az alakváltoztató tekercs, azt egy jó nehéz ilyen brutálisan súlyos darabba, ott lehet látni, neki nyomják a lemeznek, szépen, mikor jó helyen áll, akkor telefonálnak a kezelőnek, aki megfelelő pillanatban rásüti a dolgokat, és gyakorlatilag úgy lehet kalapálni, hogy biztosan nem üt rá az ember a kezére, és nem is kell két kézzel fogni a kalapács nyelét. Azt hiszem, hogy kevesen ismerik ezt a technológiát, és gyakorlatilag egy gyönyörű alkalmazása a fizikai elveknek, hát ugye, ami az én szívem csücske, ezt hadd mondjam el nyugodtan. Ugyanez megvan kicsiben is, és hát itt már elég, nem is kell telefonos kapcsolat, vagy rádiós kapcsolat, itt elég egyszerűen csak odaszólni, hogy Jóska, nyom meg a gombot. Hajógyár építésénél is tudnak lemezalakítást végezni, azon a szép nagy fehér doboz, abban van benne az elektronika, a töltőáramkör, a kondenzátor, a kisütő rész, és gyakorlatilag ez a petrendszer út végén szereplő alakító kalapáccsal tudják helyre húzni azokat a lemezeket, amik nem úgy állnak, ahogy kellenének. Hát itt nagyjából itt van a vége, szerintem menjünk tovább. És akkor itt konkrét alkatrészeket mutogatok, amit képlékeny alakváltozással érintés nélkül el tudnak készíteni. Különböző biztosítékok, ugye van kisebb is, meg nagyobb is. Aztán ez még nagyobb, ez egy olyan nagy feszültségű biztosíték, amely olvadó biztosíték, amelynek ugye azon kívül, hogy meg kell szakítani az áramot, még komoly ívoltási feladata is vannak. Az a löty, az a bizonytalan kinézetű löty, az tulajdonképpen ez egy olyan folyadék, amely a szikra hatására egy olyan gáz fejleszt, ami ívoltó gáz. Széntetraklorüdnek hívják egyébként ezt a folyadékot. Nos, az a lényege, hogy amikor ez az egész eldurran, tehát elég ez az olvadó biztosíték, akkor nagyon fontos az, hogy ez a folyadék ne kerüljön ki. A gáznak ugye van egy viszonylag nagy lökőhatása, és az a hosszú csavar az arra szolgál, ha esetleg valaki nem látott volna még ilyet, hogy amikor megszakad az olvadó biztosíték, az ott a felső részen,
Tehát ezen a részen van az olvadószál, ennek a rugónak csak az a feladata, hogy kellően gyorsan elhúzza egymástól a két távolságot. Tehát ez azért fontos, tehát gyakorlatilag ez egy olyan dolog, aminek így első körre nem tűnik nagy feladatnak, de hiszen folyadéktömörnek kell lenni, gáztömörnek kell lenni, jó, hogyha ez a folyadék ez nem megy szanaszét. Itt csak azért hagyta meg azt a képet, ott a bal felső sarokban ott mögött egy laptopot láttok, tehát lehet látni azt is, hogy ezek egészen picitől egészen nagy méretig a teljes vertikumot tudják. Ugyancsak egy szép nagy biztosíték, olvadó biztosíték, hát ezek igen nagy feszültség és nagy áramerősségekre vannak. Amit mutatok, ugye a steril tömegtermelésnek a példája, ugye itt ezen a baloldali részen infúziós üveget látunk, és azt írja, hogy 600 darabot tudnak percenként elkészíteni ebben a technológián, mármint hogy a kupakot rátenni. A baloldali rész azok ilyen fiolák, amelyekben oltóanyagot lehet tartani. Ezt azt írja, hogy egyszerre, szimultánt, vagyis 50 darabot tudnak egyetlen egy alkalommal lezárni. Tehát mind a kettő tényleg arra szolgál, hogy megfelelő módon működjön, és akkor megpróbáljuk elindítani a lejátszást. Egy valóságos elektromágneses és képlékeny alakítást fogunk látni. A két alkatrész mérete, ugye a kéz méretéből nagyjából kiderül. Lehet látni, hogy nem egy nagyon vékony falu csőről beszélünk. Ezt egy megfelelő módon összehelyezik, tehát egy ilyen helyező szerszámot építenek hozzá, aztán jön az elektromágneses szerkezetnek a becsukásra, beteszik a képlékeny alakító tekercsbe, és akkor mire odaérkezik, akkor föltöltik a kondenzátort, most nem látunk semmit, tehát igazából ez az az alkatrész, hogy semmi nem történik, csak kiveszik, és addigra már elkészült az alkatrész, szerintem szépen látszik, és ami fontos, hogy ebben úgy tudnak egyesíteni alkatrészeket, hogy ki is fogják majd írni, hogy hélium tömörré. Tehát ez gyakorlatilag a hegesztést ki tudja nagyon szépen váltani, gondoljunk utána, hogy mennyi energia lenne az, azt ott szépen körbehegeszteni, ráadásul hélium tömörre kell hegeszteni, nem is olyan egyszerű, és hát azt hiszem, hogy ez egy olyan része a dolognak, ami izgalmas lehet. Ja, bocsánat, ezt kell megnyomni. Itt a következő alakváltozás, amit szeretnék megmutatni, ez nem sikerült, akkor vissza az egész. Itt kell nyomni, ezt kell megnyomni. Mondom, hogy... Nézem, hogy hol az egér. Aha, megjött. Itt van. Ez egy berendezés, aminek a... Na, miért nem megy ez? Jó, tehát ez egy berendezésnek egy ilyen rajzos része. Aha, kezd indulni, csak valamiért ilyen darabos. Hát megvallom, férfiasan otthon ez egészen élvezhető volt. Na mindegy. Itt lehet látni, hogy van egy töltőáramkör, van egy kondenzátor, és a kondenzátorok segítségével, a kondenzátor föltöltésének segítségével tudjuk ezeket a dolgokat elintézni. Itt különböző módokat mutat, itt azt kellene gyorsan elmondanom, de hát ebben a sebességben nem fog menni, hogy a kondenzátort hogyan töltik föl, egyenirányítják, mindenféle módszerekkel föltranszformálják, és föltöltötték a kondenzátort, a kondenzátor szépen pedig fogják, kisütik, megfelelő tekercsen belül, ugye lehet látni, hogy nem kis feszültségről és áramerősségről van szó, de mondom, ez egy rövid impulzusszerű alakváltozás, hogy ez miért ilyen, hát ezt nagyon sajnálom. És gyakorlatilag itt az alakváltozás, ez egy poénos történet, egy apró pénzt tesznek bele, és ennek az apró pénznek, amint látják, 24,2-ről 18 mm-rel össze tudják a méretét zsugorítani, és ennek eredményeként ugye, hát ebben lehet az alakváltozást szimulálni. Ha valaki egy ilyen precízebb eljárásról szeretne tájékozódni, akkor a teslamania.com-on a coin shrinking szóra tessenek rákeresni, és akkor lehet látni, egy negyed dollárost egy ilyen alakváltozás után 17 dollárért adnak, tehát azt mondhatom, hogy gazdaságilag ez nem egy rossz buli, csak legyen, találjunk hozzá embert, aki megveszi. Na, a következőkben szeretnék megmutatni egy magyarországi cég
által készített ilyen elektromos képlékeny alakításnak a berendezését, a dobozt, hogy mi van belül. Ezen bal oldalt a szabályzó töltőáramkör, jobb oldalt, azt hiszem jól lehet látni, azok a kékek, azok a kondenzátorok. Hát ezek a kondenzátorok, ezek ilyen tényleg emberpróbáló temegűek, tehát ezt azért nem egy ember szokta fölemelni, beszerelni. Lehet látni a vastag kábeleket, hogy tényleg, hogy a veszteség amennyire lehet kevés legyen, és hát ami még fontos, akkor itt lehet látni a töltőáramköröknek a töltődrótjait, ugye, amelyek, ugye, hogyha egy kondenzátor még nincs feltöltve, akkor az gyakorlatilag rövid zárnak felel meg, hogy ez valami módon áramot kézbe lehessen tartani. Az van a jobb oldalt, bal oldalt pedig egy úgynevezett ignitor csövet látunk, amelynek a feladata az, hogy a lehető legnagyobb áramot tudja anélkül csinálni, hogy mondjuk minden pillanatban cserélni kéne a kapcsolót. Na most akkor jönnek a kísérletek. Ejjjaj, időben egy kicsit elcsúsztam. És akkor nézzük, hogy mit lehet ebből kihozni. Nem túl sok eszközt hoztam magammal. Az első ilyen kísérleti eszközünk az egy tekercs lesz és egy kondenzátor, és ugye ez lesz majd a kapcsolója, szerintem ezt mindenki látja. A kondenzátorunkat föl is kéne valamivel tölteni. Mivel hogy féltem, hogy itt rövid zárat hozok létre, ezért hoztam magammal áramforrást. Ezek ilyen 9 voltos elemek. Ezek a 9 voltos elemeket, amint látjátok, 25-ös ével sorba kapcsoltam, és akkor most ezeket is sorba kötjük. Igen. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy előre kitervelt módon ígyni. Az az igazság, hogy az egyik alkalommal a tanszékünkön, vagy az intézetünkben valakinek az volt a feladata, hogy csináljon egy brummentes tápot, és hát ezt a megoldást választott, én meg csak lelestem. Amint látjuk, szép lassan, de biztosan növekszik a feszültség, meg az adrenalin szint is. Nézzük meg, hogy mit sikerült ebből kihozni. Azt mondja, hogy ez lesz a pozitív. Egy. Így. Megkeressük a kéket. De hát akkor a kék drót csak a negatív áramot vezeti. Úgy. Ez is megvan. Akkor láthatjuk, hogy a feszültség nem kevés. Tehát ez már nem játék, tehát ugye a 9 voltos elemet úgy szokták ellenőrizni, hogy jól működik, hogy megnyalogatják, ha gyorsan kell. Ennek a végét talán nem biztos, hogy megnyalogatnám. Úgyhogy innentől fogva óvatosan, ilyenkor szoktam mindig elnézést kérni, mert véletlenül az egyik kezemet a zsebembe dugom, az nem a bunkóság, hanem a félelem jele. Tehát negatív és pozitív. Szépen föltöltjük. Így. Meg is történt. Ennyi ideig tart feltölteni. Amire szükségünk van. Jajaj. Megvan. Megvan, csak eldugtam. Hogy mit fogunk majd... Most először még nem képlékeny alakítunk, hanem keresünk, ez az 50 menetes tekercs, ez egy egymenetes tekercset, egy alumínium gyűrű. Ezt én szépen ide helyezem. Semmi több tennivalónk nincs, mint hogy kisüssük. És akkor az kell, hogy mondjuk a gerjesztő áram és az indukált áram az ugye antiparallel lesz, ezért ezek taszítják egymást, egy kicsit meg fog emelkedni ez a gyűrű. Amint láthattuk, ezt mindenki... Bocsánatot... Oké. Az a helyzet, hogy én nem is értem. Ezt tanítjuk a fizika intézetben, tehát én azt gondolom, hogy elég sok ismerős arcot látok, tehát ezt elmondtuk, nem? Hát mit tetszenek csodálkozni? Tehát ez a fizika. Na jó, hát akkor azt hiszem, hogy ez megvan. Amire majd még a később a végén visszatérhetünk, ha valaki ideig jut, akkor arra nagyon figyeljenek, és ez tényleg a komolyságnak a pillanata,
hogy a kondenzátort, hogyha föltölti az ember, akkor ugye a dielektrikum szépen polarizálódik, és amikor kisütjük, a kicsit később ezek szépen visszaállnak, és felszedik a töltést. Tehát gyakorlatilag majd akár meg is mutathatom, hogy egy-fél perc múlva még akkora szikrát lehet ebben csinálni, annak ellenére, hogy már kilőttük vele a dolgokat. Egyébként a hatásfok itt borzasztóan rossz. Ha valaki esetleg ki akarná számolni a hatásfokot, akkor ugye azt kell gondoljuk, hogy ez egy kb. 70 joule energia van ebbe a kondenzátorban. Az van ráírva, hogy 400 volt és 470 mikrofarád, ebből van kettő. Tehát, hogyha óvatosan számolunk, az van durván 75 joule. Ezt csak azért mondom, mert hova tesszük a 75 joule-t, ugye? Tehát, hogy mennyi az a 75 joule, ki tudja megmondani. Jogászoknak úgy szoktam elmagyarázni, hogy 7,2 joule fölött fegyverviselési engedély kell hozzá. Na most, hogyha ez kapta volna 75 joule-t, akkor ott komoly luk lenne. Hát maradjunk annyiba, hogy az a géppisztolynak a lövedékével lenne, tehát hatásfok az biztos, botrányosan rossz. No, megépítettem én ezt az eszközt egy kicsit nagyobbba is. Úgyhogy most ennek a... Ez fog következni, és akkor a következőt fogjuk csinálni. Ez amit itt láttok, ez semmi több, csak egy kapcsoló. Tehát amikor az ember ezt a részt... Tehát ezt így rövid, érdemes megnézni, hogy majd egy kicsit szikrázni fog, tehát lehet látni, hogy szikrázott, föltöltődött ismét, amit mondtam a polarizáció miatt, ezért aztán a nagy feszültségű kondenzátorokat, főleg a nagy kapacitásúak, előírás, hogy rövidre zárni kell egy dróttal, és úgy kell tárolni. Mert hogyha úgy van, akkor biztosan nem ráz. Na, mit is akartam ebből kihozni? Tehát amikor az ember ezt összezárja, ezt az áramkört, akkor ugye ott keletkezik egy szikra. Annál a kondenzátornál is kipróbáltam, utána fél napig nem hallottam, és csak ilyen káprázott a szemem, úgyhogy rábíztam ezt a berendezést egy kapcsolóra, ami nem több, mint egy dill kapcsoló, szerintem ezt mindenki jól látja. Itt a kondenzátor, itt van a tekercs, mit fogunk beletenni? Egy egymenetes másik tekercset, így mi? Inkább így. Úgy. No, és hogy a kondenzátorból fogjuk venni az energiát, és nem az áramból, tehát nem tehát ebből a két kondenzátorból fogjuk venni, és nem a konnektorból, azért egy párszor bekapcsolom, és azt hiszem, ezt mindenki jól látja. És akkor most jön a kondenzátorok feltöltése. Ezek a kondenzátorok, ezek 7,5 ezer mikrofarád és 450 voltosok, tehát ezek sem játékszerek, ez már közel van az 1000 joule-hoz, és akkor arra kell csak odafigyelni, hogy itt pontosan ellenkezőleg van fölfestve, mert ugye itt ez a pozitív, ott meg amaz a negatív. Na tehát akkor, és 400 voltnál meg kell állni, tehát 400 voltnál meg kell állni, különben itt robban föl a kondenzátor. Jó, tehát lehet látni, hogy emelkedik a feszültség. Jó, 400 voltnál megálltunk. Ezt visszatesszük ide, így. Plusz meg mínusz. Úgy. Hogy? Na tehát. És akkor most semmi több nincs, mint hogy egy kicsit dermed csönd legyen, és én bekapcsolom. Így, mi? És megtörtént a képléke, el tudják képzelni, hogy így a kezembe volt a drót. És akkor itt van az eszköz, amit alakítottunk képlékenyen, és hogyha eljátszunk a gondolattal, hogy ideadnánk például ezt az eszközt, ezt a csövet Elki Poirotnak, és azt mondanánk, hogy keresse meg, hogy mivel alakították, mi volt az a szerszám, vélhetően csak abban az esetben tudná megoldani, hogyha tudná, hogy az elektromágneses mező az anyagnak egy formája. Nagyon köszönöm a figyelmet!